Szépkorú Akimit ügyet rendezte meg a Nyugdíjasok Heves megyei szövetsége az elmúlt hétvégén az önkormányzattal közösen Verpeléten. Operettslágerekkel, tánc és némdalokkal, versekkel, valamint paródiákkal, színdarabokkal teremtettek jó hangulatot az éves munka és a versenyek lezárására a nyugdíjasok. Farkas Attila, a szövetség elnöke azt mondta, ez egyfajta számadás és felkészülés az új évre is. 300 fő regisztrált a nyugdíjas közösségekből, és 46 fellépővel. Vannak Borsod megyei fellépők is, és lesznek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is. A legnagyobb létszám, a csoportos létszám, a csoportoknak az előadásai, ebben vannak kórusok, színjátszó csoportok, tánccsoport, és van egy citerezenekar is. Az egyéni versenyben résztvevők, szólóénekesek, versmondók, szólóparódiások, és van hangszeres szólósok. Tehát nagyon-nagyon sokrétű, nagyon színes műsorral jelentkeztek erre a nagy rendezvényre. A legnagyobb rétszámúak a kórusok, illetve a szóló énekesek. Ők gyűjtött népdalokat, nótacsokrokat, palóc csokrokat, lesz olyan fellépőnk, akik szlovák népdalokat is ad elő, úgyhogy nagyon széles a paletta. Farkas Sándor Verpelit polgármestere úgy fogalmazott, ez a Ki mit tud egy szín volt a település életében. Nagyon sokadik éve, valóban jóval több, mint 12 éve ide járunk, inkább közel van ez a 20-hoz. Minden évben megtisztel bennünket, hogy helyt adhatunk ennek a nagyszerű rendezvénynek, és mindig hoznak a nyugdíjasok egy olyan különös szellemiséget, amire manapság azt hiszem, hogy nagy szükség van, nem csak a nyugdíjasoknak, hanem az aktív korúaknak is bőségesen. Ők tudnak még örülni egymásnak, tudnak az életnek, tudnak a meg tudják lepni egymást, és örülnek egymás társaságának. A rendezvényt a Verpeléti Tornamenti Dalkör nyitotta meg. Nagyon fontos az, hogy az idős embereknek is legyenek olyan közösségi alkalmak, ahol megmutathatják tudásukat, akár egy versnek az elszavalása, vagy egy szóló éneklés terén, hiszen ezek az emberek nagy részt, többségük egyedülálló, és ez ad alkalmat az közös ismerkedésre és a közös örülésnek egymás produkciója iránt. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy a repertoárból a Verpeléthez kötődő dalanyagot állítsunk össze, és olyan népdalokat, ami Verpeléthez kapcsolódik, illetve volt az utolsó műsorszám, ami egy ilyen hazafias érzületű dal volt, amit nem szerettünk volna kihagyni, mivel van egy kórustag, aki harmonikán vállalta a kíséretet, és örültünk ennek, hogy ő is így szólóban is szerepelhet. Egert többek között Bótarozik a képviselte, a Dobó Katica nyugdíjas klubból. 3 éve énekel szólóban. Már 2-szer nyert el kiemelt arany minősítést az országos nyugdíjas nóta versenyen. Nagyon-nagyon szeretek énekelni, ezt kicsi koromtól kezdve, és egy kicsit úgy érzem, hogy olyasmit tudok elmondani, amit talán szóba soha nem mondana el az ember, vagy talán ki se tudna fejezni. A magyar nóták, a slágerek, operettek, ezeket mind szeretem, és mindegyik más-más műfajba, de az olyan emberi érzéseket fejez ki, amit így lehet elmondani, így lehet továbbadni, és talán így tudja fogadni az ember is, sokkal könnyebben, mint azt egy beszéd formájában. Elindultak hát a Dunak. Asszony, gyerek, szörnyű már hangozta le a vitézeket. Alig mozdult lobuk lába. Nem jutottak túl messzire, csak Réka hűvös völgyébe. Ott a sereg megállt végre, lovaikat csak a félre. Szabó Istvánné aktív éveiben gyors és gépíró versenyeken indult, most viszont a verseki a főszerep. A Szépkorú Aki mit tud nyára egy történelmi hangvételű művel nevezett be. Pár pillanat ide egy kortárs költőnknek a versét hoztam. Kovács László, aki Jeremy Jones Hall néven ír, neki a Csaba Királyfi című versét hoztam el.
és most ezt mondtam el. Ez egy gyakorlatilag egy novella, hát szeretem a történelmi témájú verset, prózát, bármit. És személyesen is kapcsolatban vagyunk ezzel a fiatalemberrel, aki ezeket a verseket írja. Lányoméknak a baráti körébe tartozik, és így mondom a verseit. Több helyre is viszem a verseit. De szavaltam már Arany Jánost, Ady Endrét, József Attilát, Tóth Árpádot. Magyar és szlovák dalcsokrokkal lépett föl a Kisnánai Pobocska nyugdíjas Mátra Gyöngye népdalköre. Most 9-en vagyunk, egy tangó harmonikásunk van, ő a Berkovics László, és egy fiú tagunk van, és a többiek a hölgyek. A ruhánk új, a Csóri Sándor program keretében kapott pénzből barattuk, és ez a kisnánai viseletnek a mása. Év elején, vagy az előző év végén összeállítunk egy-egy csokrot, amivel a következő évi fellépésekre készülünk. És abból általában azt, amit legjobban ismernek Kisnánán és máshol is, úgy válogatjuk össze, hogy amikor a színpadon vagyunk, a közönség is velünk együtt tudjon énekelni, és élvezze azt az éneket, amit hall, mert a szlovák dalokat annyira nem tudják, csak van olyan dalunk, ami a mostaniak között is az egyik, hogy van magyar megfelelője. De itt csak a dallam egyezik a magyarral, a szlovák szöveg viszont nem egyezik a magyar szöveggel. Legközelebb a tavasszal mérhetik össze tudásukat a versenyzők.